Firenzében egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Az október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítő társként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. A refisek most a templomkertben tartott bemutatóra sok négylábú kedvencet hoztak el. Így voltak kutyusok, cicák, hörcsögök, nyulak, de papagájok, halak, teknősök, pókok és egy birka is látható volt itt. A nagyobb testű állatokat a szülők, nagyszülők segítségével pórázon tartva mutatták be társaiknak a gyerekek.